Gőzerővel készül a 2022-23-as szezonra a Hárrend Kozár Michelin labdarúgó csapata. Az NB3 középcsoportjában veretlenül az élen végzett gárda új vezetőedzővel, Tóth Lászlóval vág neki a bajnokságnak. De az osztályváltással olyan szakemberre is szüksége volt a klubnak, aki szakmai oldalról jelenthet segítséget a stratégiai döntésekben. Pókos Csaba, aki évekig dolgozott a Kozár Michelini utánpótlásban, és már irányította az akkor harmadosztályt, felnőtt gárdát is, sportszakmai igazgatóként tért vissza a Ferencvárostól. Szoktam ezt viccesen mondani, hogy az elnök úr, nem, tehát mint egy bumeráng, tehát nem tud olyan messze eldobni, hogy ne jönnék vissza, valahogy mindig visszatérek. Nyilván lezárult egy életszakasz az életembe, 5 sikeres évet töltöttem a Ferencvárosnál, ami nagyon-nagyon-nagyon intenzív volt szakmailag, de az élethelyzetem úgy hozta, hogy mindenképpen szerettem volna hazatérni, és ezt azért szeretném megköszönni a Ferencváros vezetőinek, hogy lehetőséget biztosítottak számomra. Jött egy felkérés a Magyar Márttól, amin aztán nem kell sokat gondolkodnom. Tehát volt egy óriási sikeres szereplés a tavalyi szezonban, és a csapat veretlenül megnyerte ezt a bajnokságot, és a vezetőséget mindenképpen szerették volna a márkét megerősíteni, úgyhogy a szakmai oldalról hoznak egy szakembert, és ez óriási megtiszteltetés a számomra, és nem tudtam erre nemet mondani, tehát nagyon motivált vagyok, és várom. Intenzív napok és hetek vannak mögöttünk, tehát ugye kezdődött úgy, hogy mindenki tudja, hogy sajnos az Acél Zoli ugye távozott, és a pótlásáról kellett gondoskodnunk, az ott a legfontosabb. Aztán a játékos keret, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy eredménynek tartom az, hogy sikerült a gerincet megtartanunk, és akik kiharcolták ezt a bajnoki címet, a gerinc itt maradt, és megmutathatják azt, hogy a MB2-be mire képesek, és nyilván szerettünk volna megerősíteni, mint rutinos játékosokkal, mint tehetséges fiatalokkal a keretet. Úgy néz ki, hogy 98%-ban megvagyunk. Hát megjósolni nem lehet, tehát hogy mire leszünk képesek, egy nagyon-nagyon-nagyon erős mezőny lesz, azt tudjuk, hogy a mi költségvetésünk szerényebb, de hiszünk a Michelinbe, hiszünk ebbe, hogy itt mindig egy olyan kohézió volt, kis csapat voltunk mindig, de rengeteg siker volt itt, és remélem lesz is. A Hárrend Kozár Michelin célja az MB2-es tagság megőrzése, szerény, emberi léptékű költségvetés mellett, ami nem lesz könnyű feladat.